Ezekből a gyerekjáték dobozokból került elő, az a több mint 1 kg kábítószer, marihuána, metamfetamin és kokain, amit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai foglaltak le egy kis buszban a Bonyhádi benzinkúton. A rendőrségnek információja volt arra vonatkozóan, hogy egy külföldről hazatérő kis buszban, amely csomagokat, valamint személyeket szállít, drogot is hoznak hazafelé. 2020. június 12-én az adatgyűjtést követően egy Bonyhádi benzinkúton a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói egy kis buszt, valamint annak utasát igazoltatták, illetve három olyan személyt, aki a kis buszhoz érkezett. A szekszárdi rendőrök mind a négy férfit kihallgatták. Az egyik férfinél több mint 500 000 forint is volt, amit a hatóság szintén lefoglalt. A négy férfit a rendőrök előállították és elszámoltatták. A 29 éves pécsi, valamint a 43 éves komlói férfi gyanúsítottként hallgatták ki, jelentős értékre elkövetett kábítószer birtoklás büntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt. A férfiakat őrizetbe vették, a szekszárdi járásbíróság letartóztatásba helyezte őket. Az eset körülményeit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A csoport tagjait 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélheti a bíróság.